9 témakör szerepelt a Paksi képviselőtestület napirendjén február 14-én. A legnagyobb figyelmet a város idei évi költségvetésének tárgyalása kapta. A 18,7 milliárd forintos főösszegű büdzsé a város polgármestere szerint takarékos, átlátható és biztonságos. Kiemelt helyen szerepel a dokumentumban az egészségügy kérdése. 2,2 milliárd forintot költünk az egészségügyi ágazatra. Ez a gyógyászati központot jelenti tulajdonképpen. Ez úgy áll össze, hogy a NEAC-tól, tehát a központtól, tehát az államtól kap 1,1 milliárd forintot, és akkor könnyű kiszámolni, hogy Paksváros önkormányzata még 1,1 milliárd forintot tesz hozzá az egészségügyi ágazat működéséhez. Szabó Péter a költségvetés tárgyalásakor elmondta, elsőrendű cél volt, hogy a kötelezően ellátandó feladatokat magas szinten teljesíteni tudják, támogassák a szociálisan rászorulókat, az elindított beruházásokat pedig folytassák. Fontos szempont volt továbbá a tudatos városüzemeltetés is. Nagyon fontos feladat számunkra, hogy biztosítsuk a megfelelő környezetet, hogy Paks egy tiszta, rendezett város. Ennek megfelelően több mint 3 milliárd forintot költünk arra. Itt ebben nagyon sok minden bele tartozik, a köztisztaságon keresztül, a köztisztaságtól kezdve, a parkfenntartáson keresztül, a helyi utak karbantartása, a strandszolgáltatás például, ami ugye nem igazán kötelező önkormányzati feladat, vagy akár ugye említettem az elején, hogy milyen fontosak az intézményeinknek a támogatása, de itt arról beszélnék inkább a város üzemeltetés kapcsán, hogy több mint 500 millió forintot költünk arra, hogy az óvodáink, bölcsödénk, kulturális intézményeink és egyáltalán a közintézményeink, múzeum, könyvtár, itt megint nem szeretnék a felsorolásba belemenni, hogy ezeket minden évben karbantartsuk, felújítsuk. Az idei évi költségvetésben szerepel, hogy támogatni tudja az önkormányzat az egyesületeket, civil szervezeteket, egyházakat, nyugdíjas klubokat. Mindemellett a kulturális életre is jelentős összegeket tud fordítani a városvezetés. Felújítások, beruházások is lesznek a jövőben. A képviselők egyesével voksoltak, a döntés egyhangú volt. 12 igen született, hiszen a mi javaslatunkra 17,6%-os béremelés, azt gondolom, hogy miután megtettük ezt a javaslatot, nem volt kérdés számunkra, hogy támogatni fogjuk a költségvetést, mert tényleg ezek azok az emberek, akik a szociális otthonban dolgoznak, akik az intézményeinkben a mindennapjainkat segítik, fontos, hogy minden nap meg tudjanak élni a pénzükből, mert ha nem tudnak megélni, nem tudnak úgy teljesíteni. Csak szívből, lélekből dolgozni egy idő után nem lehet, hogyha nem tudod kifizetni a rezsit. Informális testületi ülések keretében egyeztettünk a költségvetésről. Én annak tudom be azt, hogy ők is elfogadták, hogy egy olyan költségvetés született, amelyet ők is el tudnak fogadni, és azt gondolom, hogy olyan költségvetés született, amely nyilván a városlakók érdekeit szolgálja maximálisan. Én örülök egyébként ennek, hogy sikerült erre a konszenzusra jutni. Zárt ülésen döntött a képviselőtestület a tisztes polgár kitüntetés adományozásáról. Azok kaphatnak, akik 20 éve Pakson élnek, és életpályájukkal, a közösségben végzett tevékenységükkel példaként állíthatók a közösség elé. Most ezt a kitüntető címet Kern Tatjana és Újvári Dávid kapta. Még a napi rendi pontok elfogadása előtt az ellenzék a DC Dunakom ZRT vezérigazgatójával kapcsolatban tett fel kérdést. Munka törvénykönyve nagyon pontosan fogalmaz. Önkormányzati cég vezetője, vezető tisztségviselője nem tölthet be más munkaviszonyt. Az egyéni vállalkozás egy munkaviszony. Neki van egyéni vállalkozása. Én ennek kértem, hogy mi lett a vizsgálati eredménye. Paks polgármestere úgy reagált, a vizsgálat jelenleg is folyik. Ebben a kompetens személy az címzetes főjegyző úr. Ő a testületülésen elmondta, hogy folyamatban van, és a közeljövőben, akár a jövő héten már
de az azt követő héten biztosan egy rendkívüli testületi ülésen, nyilván zárt ülésen fogunk erről tárgyalni a képviselőtestülettel. A képviselőtestületi ülés teljes egészében visszanézhető a telepaks.hu oldalon.